Mórágyi Néptánc Együttes is fellépett Tolnaváros Német Nemzetiségi Önkormányzatának sváb báján. A csoport nagy örömmel fogadta el a meghívást, hiszen főbb céljai között szerepel a tradíciók megismertetése és átadása. A táncsoportnak az hagyományozó táncsok, tehát német hagyományokat ápolja, és a német táncok bemutatása az, ami még ma is még él, ma is még működik. És ezt a kultúrát, hogy ugye ne menjen feledőbe, azért csak fenntartjuk, illetve bemutatjuk más településeken, lássák, ismerjék meg őket, és akinek kedve van, az akár elkezdheti, jöhet hozzánk, és együtt táncolhatunk. A programot egy hosszabb kihagyás után tudta újra megrendezni a Nemzetiségi Önkormányzat. Az elnök elmondta, hogy egyébként hagyományosan a sváb bállal szokták megnyitni az évet, ezúttal sem történt másként. Ez már nagyon régóta hagyomány. Hát, mint az önkormányzatnak is a célja, maradjanak fönn a hagyományaink, hogy a táncokat táncolhassuk, ne csak a színpadon láthassuk, hanem akinek kedve van és táncos lábú, az táncoljon, legyen egy olyan este, amikor együtt vagyunk. Ami öröm számunkra, hogy nem csak Tolnáról jönnek a bálba, hanem Babarcról, Mázáról és a környékről is. Úgyhogy messzire ment most már a bálnak a híre. A rendezvényen természetesen a helyi egyesületek is megmutatták magukat. A Tolnai Német Nemzetiségi Baráti Kör és a Mözsi Német Nemzetiségi Klub énekkara színesítette az eseményt.